Műsorunk együttműködő partnere a Headland Plus Kft. Harmonikus növénytáplálás. Üdvözlünk mindenkit, szép napot kívánunk az Euroaszfalt Rallycross bajnokság második futamának helyszínéről, Mária Polcsról. Mögöttem Csomós Mixi versenyautója, hiszen van egy kis sorsolás, 25 éves a Rabocsiring, jöjjenek az interjúk, pattanjunk be a box utcába, a depóba, a service parkba, és jöjjenek az interjúk szokásos félem nélkül formában. Hölgyeim, köszönöm, egy puszit küldünk oda! Egy puszit küldünk oda! Csabi, hogyan értékeljük most a Mária Polcsi hétvégét, hiszen azért azt látjuk, hogy elég kemény zúzda van. Volt nedves felület, volt eső, volt szemerkélés, de most már kisütött a napocska. Kőkemény a játék, és ugye sokan vagyunk a szuperkázban. Nagyon sokan vagyunk a szuperkázban, valószínűleg egész évben ez várható, ami egyébként nagyon-nagyon jót tesz az akárnak is, a kategóriának is. Az, hogy sokan vagyunk, az csak egy dolog, nagyon-nagyon erős a mezőny. Magunk részéről, vagy a saját magam részéről az értékelés az egyelőre abszolút pozitív. Na. Egyben van az autó. De a tetőleg már sérült? Az még a legutóbbi Kakucsi versenyről maradt így. Most ezután, a hétvége után lesz egy nagyobb szünetünk, kicseréljük majd rajta a tetőlemezt. Az egy picit szúrja a szemem még, de megoldjuk. Ezen kívül a hétvégén nem történt semmi. Nekem ez volt a cél. Teljesen változó volt tegnap, vagy változékony volt az időjárás. Egyszerűen itt akkora dráma volt, hogy esik, nem esik, csúszás van, mentés van, mire kiértünk, addigra leszakadt az ég. Milyen gumival menjünk, ne ilyennel. És abszolút az volt a cél, hogy a rajtól a célig megbeszéltem a fiúkkal, rajtól a célig a pályán szerettem volna maradni és teljesíteni a futamot. Ez sikerült, úgyhogy ettől én nagyon boldog vagyok. Nagyon-nagyon nehéz körülmények voltak, attól függött az eredmény, vagy attól függtek az eredmények, hogy ki mennyire tudott alkalmazkodni. Nekem mindig van tervem, hogy én mit szeretnék. Próbálok forgatókönyveket megállapítani, igen, és abszolút sikerült. Tehát nyilván ez az eredményben is látszik, tehát ugye a végén végeztem, de többen vannak minden fordulóban, akik nem érnek célba. Tehát ugye nagyon-nagyon kemény a mezőny. Igen, és azt látjuk, hogy folyamatosan megy a kanadas autó, vagy a game, vagy a trailerbe a pályára, tehát minden kategóriában most már kezdtek vért inni a versenyzők. Ugye Kakucson még azt éreztük, hogy elkezdődött a szezon, még mindenki aranyos, még mindenki boldog. Most eltelt pár hét, és rögtön már úristen, mindent nyerjünk meg! Igen, nagyon sokan vagynak a kategóriánkban is egyébként, akik tényleg nyerési eséllyel érkeznek, és nyerni is szeretnének. Ez meglátszik minden futamon. Tehát nyilvánvalóan jó tesóként vigyázunk egymásra, nem vagyunk egy kategória, tehát ő azért nyilván sokkal gyorsabb, nála maximum rajtban tudnánk találkozni. De egyébként mi mindannyian próbálunk vigyázni magunkra, meg a másikra, semmiféle konfliktus nincsen. Egyelőre is ez így is marad. Tesód azt mondta, hogy most nagyon jó hangulat, még akkor is, hogyha a tegnapi versenynapon volt minden eső, vizes körülmény, rengeteg csúszás, baleset probléma, de valahogy ti ebből ügyesen kimaradtatok. Kimozogtuk, én azt gondolom egészen jól. Mondjuk nekem az esős menés az tegnap elmaradt itt a rajtba, szétszakadt a kardán a kocsin. Akkor nem gyenge. Orvosoltuk már, most működik. Próbálok gyorsulni igazából, annyira fölhordásos a pálya murva után, hogy nem igazán találom az egyenes. De bízok benne, hogy most már tisztább lesz egy kicsit aztán. Most ugye egy kicsit fénysérült a teteje az autónak, Csabiénak, a tiéd még egyben van, de azért az oldala már kapott. Azért látszik, hogy volt küzdelem, de igazából ettől nagyobb baj, hogy ne legyen. Ha így borul fel egy autó és ennyi baj lesz, akkor akár én is bevállom, bár nem szeretnék. Voltunk az év kezdet előtt itt tesztelni. Igazából azt gondolom, hogy az autó be van állítva, azzal nincs baj. Én nekem ez a Pócs, ugye tudjuk, annyira nem fekszik. De már most azért kezdek vele megbarátkozni. Jól érzem magam az autóba, tehát már vártam, hogy mehessek a versenybe, vagy jöhessünk, nem szokott ilyen lenni, viszont nagyon erős a mezőny. Igen, ezt Szesvéről is mondta, hogy iszonyatosan kiélezett csata van, és igen. Most már elindult az, amin már, vagy Kakucsikán beszélgettünk, hogy még éveleje van, még mindenki haber, még mindenki jófej, most már itt kezdtek vért inni ilyen versenyzők. Igen. Azért meg, vagy néztük, nem tudom, láttátok-e Károly Tomi a lengyel fiúval, hogy rajt után mi történt. Próbálok az ilyesből kimaradni, de nyilván szeretnék az elejével menni, hogy aztán majd sikerül. Igen, mert utána, ha jól tudom, most lesz egy hosszabb szünetetek. Most lesz egy hosszabb szünet, hogy a foglaló az elvileg nem lesz, vagy aztán ahelyett lesz, valami még nem tudjuk.
És két hónap lesz a felkészülése, és megpróbáljuk a sorát csúlygatjában rázni. Lakatoshoz kell vinni a kocsikat. Így van, így van. Zoli, vidd célba, és maradj ki a csatából, tesóval pedig ne vesztetek össze. Biztos, hogy nem. De majd én összeúrasztom őket. Nem, ez lesz nem, az én dolgom. Nem. A zsűri eldönti. Félelem nélkül. Nem volt túl jó, mert nem tudtam vele úgy autózni, ahogy megszoktam a hangkukkal. A hangkukkal nagyon szeretek menni, viszont a rajtkészsége nem olyan jó. Ezt láttuk Kakucson is, hogy a rajtok azok nem sikerültek olyan jól. És megpróbáltuk most ezt az újítást eszközölni. Itt leegyeztettük a Gergely Robival, hogy ő adott nekem tanácsokat, hogy hogyan használjuk, de nekem nem tetszett. Elvitte az áttételünket is, nem volt. Magasabb az átmérője a guminak. Ott kezdődött a probléma, hogy pénteken érkezett csak meg ez a gumi, és a héten egy komoly derékfájásom volt, és nem volt se időnk, se lehetőségünk tesztelni, úgyhogy úgy jöttünk ide, hogy majd itt kipróbáljuk, de nem tetszett, úgyhogy mi visszatérünk a jól megszokott. Járt utat járatlan, én lecseréld-e? Jó, de megpróbáltuk, mégis az ember még gyorsulni szeretne. Úgyhogy most itt vagyunk, harmadik helyen állok a kategóriába. Most a negyedik előfutamot megpróbálom megnyomni. Kicsit matekoznunk kell, hogy melyik elődöntő lenne nekünk a jobb. Úgyhogy mindenképpen egy taktikus versenyzéssel. Jó lenne egy döntő első vagy második sorba bejutni az elődöntő után, és megpróbálok mindent megtenni ezért. Én mindig csak az időt nézem meg azt, hogy jól tudjak teljesíteni egyrészt, másrészt, meg nem szeretném azt, hogy az autó sérüljön, mert igyekeztünk téren jól felkészíteni, szép esztétikus állapotban van, én ezt próbálom megőrizni, attól függetlenül, ez egy rallycross autó. A fényben járó kicsoda? A fényben járó az a penge, barátom. De ez a felirat, ez nem tegnap készült, ez még Kakucson. Tegnap este a patujéknál voltunk egy... A zsigás patunál? Zenés, táncos mulatságon vettünk részt. Ez egy autóverseny, csak szólok. Más ajándék pénzt gyűjtöttünk a Horváth Krisztiánnak, a Peugeot-osnak. Ha most lett volna a lagziuk, csak hogy itt a Covid miatt tologatják. Hát lett egy kis pénze, úgyhogy... Ez volt tegnap este. Ez a lényeg, hogy a csapat jól érzi magát, hozzáfűzzük a versenyzést, és ide jövünk ebédelni is. Igen. Kulcsár Dani ismét egy új pozícióban. Mint látjuk, nem a versenyzői overallban, hanem melósként a csapattársnak, aki egyébként nem ellenség, de ellenfél, segít váltót cserélni. Tehát magyarul univerzál... Univerzális ember. Ez a fajta hozzáállás egy picit kihaló félben van. Ez régi RTS hozzáállás. Amikor segítünk mindenkinek, akinek tudunk. De hát csapattársak vagyunk, az úttörő ott segít, ahol tud. Jó, te voltál úttörő? Voltam. Engem lefokoztak. Micsoda, én még voltam Zánkán az úttörőtáborban. Én is voltam Zánkán az úttörőtáborban. De én nem lefokozás miatt. Én előtte voltam, utána lefokoztak. Kakucsfink megvolt, Mária Pocs. Igen. Aztra. Hát az autó az továbbra is jó, úgyhogy a kakucsringi ugye balesetet, amit szenvedtünk, azt kijavítottuk a futóművet, úgyhogy újra támadunk, megint ilyen középmezőny eleje idők, ilyen 6.-7. idő, 15-en vagyunk, cél a döntőbe jutás, meglátjuk. Fater dobott egy tetőt. Azért büszke vagy, nem? Igen, jó sikerült. Igen. Én csináltam 20 évig, már gerincsérően van. Én most kezdik. Most kezd belejönni. Nem érdemes. Mária Pocs, mennyire kemény most, hiszen azt már látjuk, hogy vért hittak a versenyzők. Mindenki. Ugye? Sokkal Kakucson még nyugi volt, ott még mindenki van. Ez ilyen de most már megjöttünk. Ez már rallycross. És ez a pálya is tudja ezt. Itt jobban szeretek én is menni. A mérnök által adott információkból kiindulva lehet gyorsolni, át lehet ültetni azt, amit ő mond, el kell fogadni, el kell hinni? Meg kell csinálni. Ott a varázsszó. Ez a lényeg, mert ugye ilyen apróságokon, hogy nem mínuszból induljon a gázpedál, hanem mondjuk nulláról. És akkor már egy pici előnyünk van. Tudja, ezeket így tudja nézni. A gázpedálásunk hány százalék? Hát az csak nulla vagy száz. Igen, nem. Nyitsd át. Ennyi. Van, nincs. Nem biztos, hogy a győzelem a legfontosabb, hanem az,
hogy meglegyen az a jó szájíz, amitől ez az egész működik. Ez a lényeg, hogy itt nyilván számít az, hogy hol végezünk, de az, hogy jól érezzük magunkat, az egy külön díj. Hova férhetünk most be? Hogy áll jelen pillanatban a képlet? Hát itt minden lehet. Az első hatot ki kell googlizni, az biztos? Meg kell verni, az fix. Az a fix? És az első hatban muszáj ott lenni. Nyilván a dobogó lenne a célom. Ez lenne a legszebb, hogy 1-2-3. És valahogy elosztjuk egymás között. Hát ehhez másnak is lesz hozzáfűzni valója. Majd meglátjuk. Egy nagy ötössel kezdem Luigi-nak, ugyanis a kakucsringi futamot hirtelen egy abszolút első helyezéssel nyitotta, és szerintem ott sokan felfigyeltek erre. Meglepetés volt nekem is. Kellett hozzá, hogy a Tomi hibázzon, nem ment volna, gyorsabb volt nálam, csak elizgultam. De hát zöldre indulunk, kockásra megállunk, közte nem csinálunk semmi butaságot, ő ezt most nem így csinálta. Azt lehet látni, hogy a rengeteg megtett kilométer, a rengeteg külföldi teszt, az meghozza az eredményét. Nyilván szorgalom, tehát oda, igazából mindig tudod mondjuk, hogy teszt, de valójában ez nekem, én ezt nem tesztelésnek fogom föl, mert ezt a kocsit, meg a Skodát tesztelem, kvázi, ez nekem inkább úgy mondanám, hogy tréning, tudod, vagy edzek. Formában tartás, talán. Hát, meg fejlődés, mert nagyon-nagyon szerencsés a helyzet, mert odakint, igaz, most Finnországban lemaradtunk, de már pont most kaptam meg 5 perccel ezelőtti hírt, hogy Svédországban pótoljuk a tesztet, és ott a Bakerúddal és a Kristoffersonnal közösen az ES Motorsport csinál a Skodával egy nagy tesztet. Hát alig várom már azoktól a fiúktól, valószínűleg nagyon sokat lehet tanulni. Az, hogy itt Peugeot van, ott Skoda, ez nem okoz némi nemű problémát? Nem, nincs különbség. Ez is Oreca motoros, ez is Sadev hajtás, az embléma más rajta, bár ezen nincs embléma. Tehát, hogy az embléma a különbség csak ugyanaz. Annyi a különbség, hogy ez a setupolás, ez a beállítás, ez a minden, ez a magyar mezőnyre van fölhúzva, beállítva. Arról szól a történet, nyilván látjátok is, hogy nagyon sokat tudjunk vele menni. Luigi, legyen meg most is a dobogó, minimum! Nagy Kamilla, hát azt kell mondjam, hogy én is kamillázok, de csúnyán megalázta a férfi társadalmat az esős körülmények között. Ennyire fekszik a nedves útfelület? Én szeretem, én mindig is szerettem, Greimachban is sok szerencsét hozott nekem eddig. Hát, hogy őszinte legyek, én ezért is vártam nagyon ezt a hétvégét, mert láttam az időjárás jelentést, hogy eső lesz. És sok kakucsi kupán is mentem a télin, ahol szerintem nagyon sok tapasztalatot lehet gyűjteni, főleg az esős, meg jeges, csúszós versenyeken. És hát megszoktam a kocsit is, úgyhogy én szerintem ez sokat segített nekem. Mit szólt hozzá a többi versenyző? Mert itt azért tényleg megaláztad a férfiakat, lássuk tisztán. Hát nem nagyon beszélgettem velük, de azért biztos van velem problémájuk egy kicsit. De egyébként egész jól kezelik. De azt most látom rajtad, hogy olyan megnyugvás van. Melyik pálya tetszik egyébként jobban? Mária Pócs, vagy Kakucsink, vagy valamelyik külföldi fugló, esetleg Greimbach? Én Greimbachot szerettem eddig a legjobban. Mária Pócson nem volt még nagyon szerencsém, mert mindig történt valami kis csicsat, ami... Gigszer, igen, ez benne van. Igen, de most kezdem megszeretni, meg voltunk is tesztelni, úgyhogy... Én azt hiszem, hogy még van egy nagyon fontos ember a csapatban, akinek sok mindent köszönhetsz. Ott ül a gumikon. Igen, pontosan. Béla. Nagyon sokat segített nekem az elmúlt években. Szerintem mellette fejlődtem olyanná, amilyen vagyok. Úgyhogy... Ez csodálatos végszó volt. Egy kész csók. Gratulálunk, kisasszony. Köszönöm. Itt most Mária Pócson, ugye az új szekcióban, új verzióban. Milyen autókázni, hiszen túl vagyunk ugye a kakucsringi megmérettetésen. Ez azonban azért azt kell, hogy mondjuk, és egyetértünk szerintem ebben, hogy ez azért igazi rallycross pálya. És ugye tegnapi nap során volt minden mi szemszájnak ingere, ma pedig ugye napsütéses körülmények között kell menni. Kaptatok hideget, meleget, szó szerint. Igen. Ugye minden jó volt az első két edzésen, száraz volt, aztán leszakadt az ég, tényleg nagyon esett. Az első előfutamban ott jó volt, kicsit csúszkálós, kicsit nézőknek is volt minden, azt élveztem, ott már egyedik lettem.
A másik előfutamban összefutam az egy ötödik helyet. Egyelőre úgy vártuk a második napot, hogy ötödikek vagyunk, lesz, ami lesz a következő előfutamban. Aztán a harmadik előfutam előtt, nem tudom, másfél órát vártunk, 3-4 piros zászló, aludtam, nézegettem, ittam, futottam, rollereztem, minden volt abban másfél órában. Igen, mert most úgy tűnik, hogy vértisznek a versenyzők. Tehát igen. Kakucson még csak ugye mindenki Habert, Zimbora, elkezdődik a szezon. Bele is csaptunk most a lecsóba, rengeteg a baleset, rengeteg a mentés. Hát erről szól a rallycross. Igen, igen, nagyon részben. Sok, nagyon sok. Egyelőre én még megúsztam. Én nagyon tiszta vagyok. Harmadik előfutomban is szinte mindenből kimaradtam. Mondjuk majdnem fogtam egy falat, kicsit kereszt volt, de megfogtam, hál' Istennek. Mint fűnyírás után hosszabbítót összeszedtem, de jó volt. De durva vagy! Sőt, Kemblok vérét iszod, most már ezt is tudjuk, viszont tudsz szelfizni a csajokkal. Igen, igen. A dobogó meg lehet-e? Vagy meg kell lennie? Így jöttünk le, meg kell lennie, hisz erre készülünk, erre fordítjuk úgymond a legtöbb időt. Felkészülés, mi is a suli mellett minden nap edzés, kajára odafigyelés, külön étrend. Sosó, itt van a dinnye dealer vagy. Egy kicsit még, már nem sokára. Jó, én azt gondolom, hogy... Mindenre odafigyelünk, és meg kell lennie. Figyelj, ennél szebb végszót én sem tudnék mondani, és ugye édesapád pedig a hibrid kategóriába megy, úgyhogy megvan a kis családi örülete. Figyelgetem. Figyelgeted? Figyelget, fater, csak szólok! A juniorok között még mindig vereti ifjabb Büttösi Bazsi, és most édesapja kicsit meg van feszülve, rég láttam ilyennek, de benne van a pakliban. De fontos az, hogy a te versenyzésedet segítse és pátyolgassa. Most Mária Pócson azért ezen a hétvégén volt minden, tényleg, amit el lehet képzelni egy ilyen rallycross futamon. Eső, pára, csúszós körülmény, száraz körülmény, meg volt egy-két crash is, meg egy kis akció. Na, ja, mi történt? Hát az előző nap sem volt sokkal jobb, ez most nagyon rosszul esett, hát most egy kicsit izgulok, mert új az autó, egy kicsit lágyabb, mint eddig volt. Mi történt a pályán? Volt egy kis kakaskodás? Hát kis latyakkal? Nem pont vele. Hát egy kicsit meglöptek a falba, azt repültem egy picit, azt az övve kicsit megrántott. Tehát a gyomromat megnyomta egy igen? Igen. Jó, de ez benne van ebben az egész játékban egyébként, hogy jól meg kell húzni az övet, még akkor is a fáj, hogy pontosan az ilyen dolgokat elkerüljük. Ha lesz rosszabb is. Na látod, tudod te ezt? Viszont azért most azt lehet látni, hogy tényleg a kakucsringi futam után most már mindenki vértibott. Igaz? Jó, ja, mert nagyon küzdelmes egyébként. Egy tizeden belül vagyunk állandóan. Mondom, kislatya, úgy felgyorsod, mondom. Mindenki jön föl, mint a talajvíz. Ja, úgy, mert mindenkinek hazai pálya. Igen, ugye, ha választani kellene egyébként, akkor a kakucs vagy a Mária Pocs között választánk. Hú, ez necces döntés. Hát a Mária Pócsot ismerem a legjobban. Te is itt mentél legtöbbet. Ugye ez fontos momentum, hogy a partnerek és a segítők meg a szerelők nélkül ez nem működhetne. Hát ez nem működhetne nélkülük. Én nem tudnám megcsinálni, ez biztos. Na ez a legfontosabb, hogy itt van apuka, egy gyomoridegger itt a pocakjában, neki lett meghúzva az öv, de mégis összetartja az egész csapatot, és inkább nem indul, hogy fiacskájára tudjon koncentrálni, és még egyszer nagyon fontos momentum, hogy a szerelőké a... legnagyobb köszönet. A legnagyobb köszönet. Büttösi család királyok vagytok? Ecseti Bence, Ecseti Dodi barátom fiacskája szép lassan fölnőtt, de még Astra szűz. Ez az első futama itt Mária Pócson. Meséljük el az élményeket, igen, így újoncként tényleg, hogy milyen lesz az egészet átélni. Hát igazából nagyon tetszik ez az egész. Úgy vagyok még ebben a szakákban, elég jól sikerült most ez a hétvégén, úgy érzem. Bejutottam az elődöntőbe, jelenleg a hatodik helyen vagyok, és reménykedek, hogy azért a döntőbe is sikerül bejutnom. Édesapám két autót is szervizel. Régi motorosnál szakmában trabantoztunk együtt még a 90-es évek elején, és hát tényleg 30 évre tekint vissza a kapcsolatunk. Valamit át tud adni abból a tapasztalatból, amit ő akkor megtanult? Igen, teljes mértékben, mindent igazából. Tehát amit tudott, azt mindent belém nevelt. Tehát én is kiskorom óta gokártozom, 4 évesre ültem elsőre gokártba, és azóta igazából beleszeretettem ebbe az autósportba. Maga a rallycross mennyire szimpatikus? Miért nem rally sprint, vagy kisebb fajta szalomversenyek? Ugye ott azért érte el eredményt. Igen, ez már egy következő lépcsőfok? Igen, igen, szalomba 2019-ben bajnok lettem. Na, junior bajnok. Gratulálok.
Igazából a rally az nagyon nagy költségvetést igényel, ez inkább egy kisebb költségvetésből is végrehajtható, de ez nem jöhetett volna létre a BZ Racing, a Pitch Four és Makai Józsék nélkül. Figyelj, ezt azért beszélni szeretett, belé nevelte apád, hogy hogyan kell nyilatkozni. Őről beszéltem, hogy a 90-es évek elején közösen trabantoztunk, átadta a tudását a gyerkőztek, az még csak hagyja, hogy tök jó eredményeket ér el, de még nyilatkozni is profint tudott. Nagyon szépen, köszönöm. De ez nem a te érdemed, biztos, hogy szerintem az anyjáé. Félelem nélkül, mondjátok oda? Félelem nélkül. És még egyszer is mondták, kire? Gépjárműveink tisztaságáért a K2 autóápolási termékek felelnek. A rovat támogatója a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Természetesen mai adásunkból sem maradhat ki autó bemutató rovatunk. Dettit már ismerhetjük, hiszen vele teszteltünk egy EC4-et, most pedig hozott egy C5 Aircross-t. Én kérek elnézést. Na mit tud ő, drága? Hát ő egy nagyon dizájnos és elegáns autó. Márpedig azért is, mert ledes fényszórókkal vannak ellátva, valamint elég agresszív hatású a megjelenése. Köszönhető annak, hogy tetősínekkel vannak szerelve, oldalt az elbámoknak, illetve maga a kerékjárati íveknek köszönhető. Én azt hiszem, hogy tényleg maga a felépítése, a kinézete inkább egy családcentrikus vonalat képvisel. Így is van, 4,5 méter hosszú a gépjármű. Ennek köszönhetően ugye elég tágas a beltere, illetve a csomagtartója is, hiszen már egészen 580-tól 720 literig lehet növelni a csomagtért. Jók a dizájnelemek, óriási a belső tér, kényelmes, és három egyforma ülésünk van hátul. Így van, három különálló üléssel rendelkezik, illetve ténylegesen a nagyon sok pakolási lehetőség. Tágas, illetve nagyon kényelmes ülésünk van, ugye 15 mm vastagságú szivacsal van ellátva, valamint ugye, amikor múltkor elhoztam neked az autót, úgyhogy újra aladinozunk egyet, és repülünk a szőnyegen. Mennyire idegen számodra egy automata? Megmondom őszintén, nagyon jó vezetni az autót. Ahhoz képest, hogy én inkább manuális váltós típus vagyok, nagyon kényelmes, nagyon jó vezethetősége. Abból kifolyólag is, hogy lehet választani akár eco, illetve sportfokozatot is. Tehát, hogyha valaki egy kicsit dinamikusabban szeret vezetni, berakja sportfokozatba és repül. Akkor mi most a sportfokozatot fogjuk kipróbálni Detti irányításával. Ahogy ígértük, sportfokozatba átrakjuk, gombocska hosszan nyom. Na nézzünk, akkor egyből egy gyorsulás, Detti drágám, ne húzd az időt. 1-2-3 henger, turbo. Akkor még egyszer, csak bocsosra vigyázunk, ez az. És azért beletol az ülésbe, pedig nem kicsi autóról beszélgetünk. Köszönöm szépen, meglassulhatunk, mert félek, a jobb egyben rettegek. De megint megjött tényleg az, amiről beszéltünk még az EC4 esetében, hogy szépen átlépegeti a kátyukat, gödröket, amiből ugye a magyar utakon általában kevés van. Tehát nagyon kis frankó futóművet eszkábáltak alá, értsük jól, amit mondok. És haza is jöttünk, tehát így lehetnél a sofőről, bocsi. Titkárnő szemüvegben. Hova kívánja a köveri úr? Jelenleg 20 darab vezetéstámogató eszköz áll rendelkezésünkre. Benne van az adaptív tempomattól, a Hill Assist-tól kezdve, a táblafelismerő rendszer, hát sorolhatnám. Igen, a EC4-ben csak 19 volt. Így is van. Hoppá, hogy mikre emlékszem? Nagyon praktikus a belseje. A közép konzol, közép kijelző az szinte mindent itt lehet konfigurálni. Annyi, hogy egy kis zongora billentyűzet az, ami még hozzá párosul. Szépek a varrások, jók a műanyagok, és tényleg kényelmes, jó a színválasztás. Jól áll neki ez a szürke, króm, matt fekete behatás. Én azt gondolom, hogy ezt így egész ügyesen összehozták. Fehér... Egy világos beltérrel, igen. Ezt akarom mondani, hogy ugye fehér oszlop és fehér tető, tehát a kettő ellentéte az pont tökéletes.
Keszi tartunk is óriási, nagyon mély, sőt, itt ugye a könyök támasz is konkrétan, hát meg lehet mutatni, hogy a könyökömig le tudom dugni a tenyeremet, tehát el lehet képzelni, hogy ide még akár hát, csempész árut is elhelyezhetünk. Picit feltűnő ugyan, de van hely bőségesen. Van egy 360 fokos kameránk, amit most ki is tudunk próbálni. Na. Egyébként nagyon aranyos a váltókkal is kézre esik, egy ilyen kis pici félhold vagy fél banán formája van. Senki ne gondoljon semmi rosszra, megint megvan a kameraképünk, mutatja is, hogy merre fordulj. Szépen aranyosan vált. Még előtted van a GPS is, tehát tulajdonképpen innen a helyen. Van egy nagy USB-nk, egy 12 voltos szivargyújtónk. Tudjuk tükrözni a telefont? Bocsánat, hogy megmertem kérdezni, elnézést. Lapított kormány alul fölül, ezt már megszokhattuk. Meg tudom nézni a sminkemet is. Van hozzá kis lámpa, rendben van, egy kicsit leégtél, barnus. Még a sofőr is, nagyon jó. Rengeteg kapcsoló fönt is. Megvan a C5, helyén van, tényleg. Családosoknak hibátlan, de nem 7 személyes, ez egy fontos momentum. Ez egy 5 személyes családi, mondhatnám, hogy egyterű, remélem senki nem sértődik meg, a kialakításából kiindulva azért egy élére állított gyufásdoboz. Legömbölyítve, szép formákkal, szép betétekkel, megdizájnolva, csúcs kategóriában. Mindent elmondtunk. Mindent. Detti, köszönöm, hogy a sofőröm vagy. A rovat támogatója a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Találkozunk 2 hét múlva a Digisport csatornáin. A szokásos tematikával, természetesen autótesz rovattal is. Köszönöm, Detti. Köszönöm szépen, néni. Sziasztok. Viszlát, minden jót mindenkinek.